Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsa TV hétfő esti híradóját látják, 2022. június 13-án, este 7:30-tól. Kiváló művészek, teltházas előadások és lelkes kalocsai közönség, véget ért a 30. Kékmadár Fesztivál. Nyert Kalocsa 550 milliós óvodai pályázata, elkészült az úttörőházban az ideiglenes óvoda. Gyereknap volt a gyermekotthonban, Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár tett látogatást Kalocsán. Kiváló művészek, teltházas előadások és lelkes kalocsai közönség, így lehet összefoglalni az elmúlt 4 napot a városban lezajlott legnagyobb kulturális rendezvényt, a jubiláló Kékmadár Fesztivált. Múlt héten már beszámoltunk róla, hogy csütörtökön kiváló jazzmaratonnal a 0. napon vette kezdetét a 30. Kékmadár Fesztivál. A városban és mondhatni lassan országos szinten is köztudott, hogy a jótékonysági programsorozat célja a kalocsai és a környékbeli beteg gyerekek gyógyulásának segítése. Hivatalosan, péntek délután hagyományosan kiállítással indult a fesztivál. A teltházas közönséget Lakatos György Fagott művész, a rendezvény atya meghatódva köszöntötte. Igyekszem meg meghatódni, bár nem lesz könnyű. Jó lesz. Hogy ennyien itt vagytok, még mindig vagy már megint. Ennek szerint csinálni kell. Köszöntő után Lakatos Péter zongora művész játékát hallhatták a résztvevők. A fesztivál megnyitó kiállítása idén Rök Károly gyönyörű festményeiből áll, melyet még pár hétig láthatnak az érdeklődők a Városi Galériában. A rendezvényen Perics István mutatta be a tárlat anyagát, mely leginkább magánszemélyektől lett elkérve. Ennek a kiállításnak igazából az a valódi nagy jelentősége, hogy soha a művész életében nem láthatták együtt a képeit. Tehát ő Kalocsán élt, Budapesten született, minden a első világháború után került Kalocsára. Valójában a kiállításnak nem művészet történeti, hanem valójában helytörténeti értéke van, most itt együtt láthatjuk ezeket az alkotásokat. Nem volt ő jelentéktelen festő, hiszen 1926-ban Budapesten már a Magyar Szalonban láthatták a képeit. Azért a Magyar Szalonban nem mindenki láthatott ki 1926-ban Magyarország. Számtalan kiállítása volt itt a városban, itt többnyire csoportos kiállítások. Tehát soha életében ezeket a képeket nem láthatott együtt, ugye ezek különböző polgárcsaládok falait ékesítették és lakásokat, de így együtt nem láthatták. Az este a Szent István Király templomban Erkel Ferenc kamarazenekar hangversenyével folytatódott, ahol dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskemét főegyházmegye érseke is köszöntötte a fesztivál közönségét. Amikor Lakatos György művész úrral erről a mai estéről beszélgettünk, és mindig ezt a neurálgikus pontot kérdezem, hogy lesz-e valami vallásos témájú zene. És akkor mondta, hogy hát majd a záró akkor lesz az, most elsorolta, hogy ilyen világos természetű zeneműveket adnak elő, azonban akik ezeket a zeneműveket írták, azok mélyen hívő, vallásos emberek voltak. Én azt kívánom
kedves mindannyiunknak, hogy ez a mai este Isten dicséretére és az önök lelki felemelkedésére szolgáljon. Szombaton szintén teltházas előadások és műsorok váltották egymást. Szerencsére az időjárás kedvezett a programnak, így a sétáló utca megtelt élettel. A kézműves standok mellett népi gyermekjátékok várták a legkisebbeket, a színházban pedig este a Spinoza Színház közreműködésével, Gubik Ági előadásában Szerelmünk Sziszi című darabot láthatta a közönség. Ne fenyegetnem, hogy királygépos vagy. Ha milyen jó verseket írtál, Sziszi! Vasárnap délelőtt a délszláv zene szerelmesének kedvezett a program, hiszen a Söndörgő zenekar lépett fel a színpadra. Most is nagyon sok embert csalt a belvárosba a fesztivál. Vasárnap délután sem lankadt a kíváncsiság, sőt valószínűleg rekordot döntött a közönség száma a bikini koncerten. A belvárosban alig volt szabad parkoló, a sétáló utca pedig dugig volt rajongókkal. A kiváló zenekar másfél órás koncertet adott, ahol végig együtt énekelt a közönség az együttessel. A fantasztikus négy napos programsorozat a jezsuita templomban Lakatos György édesapjának emlékére Beethoven 9. szimfóniájával ért véget. Június 9-én tartott önkormányzati képviselőtestületi ülés végén elhangzott polgármesteri bejelentések közt osztotta meg. Dr. Filvi Géza polgármester az örömhírt, nyert a város 550 millió forintos óvodaépítési pályázata, amely által elkészülhet a Lurkó palota folytatása, így megvalósulhat a teljes 150 fős óvodai beruházás, indulhat a közbeszerzési eljárás. Az óvodaépítésre még az előző dr. Bálint József vezette önkormányzat pályázott sikerrel, a kivitelezést viszont már áthúzódott a jelenlegi ciklusra. Az új óvodát ez év március derekán adták át az óvodai nevelés céljaira. Amint emlékezetes, az eredeti tervek szerint 150 férőhelyes óvoda épült volna az ifjúsági ház egykori úttörő háztálkéből leválasztott területen, ám a költségek növekedése, valamint a szükséges források hiánya miatt végül két ütemre osztották a beruházást. Az első ütemben 75 gyermek fogadására alkalmas óvoda rész épült meg, valamint a teljes 150 fős óvoda igényét kiszolgáló közös épületrészek, illetve a főutcáról ide költöző óvodai igazgatóságnak helyetadó helyiségek és parkolók, járdák, kerítések is létesültek az intézmény körül, szintén pályázati forrás felhasználásával. Az önkormányzat időközben hosszú egyezkedés után megállapodott az óvodaépítés folytatásának fizikai terét adó szomszédos ingatlan megvásárlásáról, és rendelkezésre állnak az építési tervek is, már csak a félmilliárdot meghaladó taksált költségek fedezete hiányzott mostanáig. Erre a beruházásra nyújtott be ugyanis az idei év elején 550 millió forint értékű pályázatot a kalocsai önkormányzat. Ennek a kedvező elbírálását jelentette be Filvi Géza polgármester hozzátéve. Indulhat a közbeszerzési eljárás. Két év alatt kell elkészülnie. Filvi Géza azt is elmondta, hogy elkészült az ifjúsági házban kialakított ideiglenes óvoda is, ahol jövő héten tartanak helyszínbejárást az óvodapedagógusokkal, és szeptembertől a Kunst utcai óvoda is átköltözhet az új helyszínre. Az ideiglenes óvodában előreláthatólag két évet töltenek majd. Az elkövetkezendő két évben az új óvodának teljes egészében el kell készülnie. Az ideiglenes óvodát most elfoglaló Kunst utcaiak akkor vették majd birtokokba új végleges óvodaépületüket, mondta a polgármester. Az EMI Gyermekotthon kalocsai intézményében gyereknapot tartottak múlt héten csütörtökön, ahol Fülöp Attila szociális ügyekért felelős miniszter kalocsai látogatása okán egy bejelentést is tett. Fülöp Attila szociális ügyekért felelős miniszter tett látogatást az EMI Gyermekotthon kalocsai intézményében június 9-én az otthon által szervezett gyereknapra. Juhász Gábor, a gyermekotthon igazgatója nyitotta meg a sajtótájékoztatót. Ez a nap a gyerekeinkről szól, mind egyébként az összes többi. Egy összefont gyereknapot tartunk, ahol is a mi fiaink és az esztergomi lányok tartanak egy jó kis napot. Csapatversenyekkel, közös babgulyásozással, különböző kézműves foglalkozásokkal van a nap, és a kalocsai fiúk koncertje, és Lakatos Norbert Vaklof is fog még érkezni az intézménybe.
hogy színesebbé tegyék ezt a napot. Majd dr. Filvik Géza városunk polgármester is hozzátette ünnepi gondolatait. Nagyon nagy megtiszteltetés az, hogy Kalocsán van Fülöp Attila államtitkár úr itt a gyermekotthonunkban. Kalocsán egy meghatározó intézmény a gyermekotthon Juhász Gábor igazgató úr vezetésével, és örömteli az, hogy a városban egyébként, amikor olyan helyzet van, akkor a gyermekotthon is az itt lakókra lehet számítani igazgató úr segítségére. Államtitkár úrnak a sűrű látogatása a megtisztelő, komoly szakmai egyeztetéseket folytatnak itt igazgató úrral, ebbe a városvezetést engem is beszoktak vonni, és az látható, hogy tényleg az intézményben komoly szakmai munka folyik, tényleg itt a gyermekeknek a sorsa, a helyzete az elsődleges, és azt gondolom, hogy Kalocsa városában teljesen jól és harmonikusan beillik ez az intézmény, és kiemelkedő jó sportteljesítményeket is nyújtanak. Úgyhogy örülök neki, hogy itt lehetek a mai évzáró gyermeknapi műsoron. A gyerekeknek jó szórakozást és jó vetélkedést kívánok. Végül Fülöp Attila miniszter zárta a beszédeket, melyben egy bejelentést is tett. Azt gondolom, hogy ma itt a jó kedv és a műsoroké a szerep a gyermekeknek. Én azért köszönöm, hogy a sajtó itt van, mert ennek kapcsán azért egy kicsit belátást is lehet engedni egy gyermekotthonnak a világába. És amikor erről beszélünk, akkor fontos, hogy lássuk azt az összetettséget, azt az érzékenységet, azokat a lelki mélységeket, traumákat, amit egy gyermek otthon, egy gyermekvédelem hordoz magában. Hogyha a gyermekvédelemben dolgozókról és a gyermekvédelemben érő gyerekekről beszélünk, akkor azt gondolom, hogy ennek a figyelembevételével kell beszélni. Ráadásul az országban több száz olyan férőhely van, ahol olyan gyermekek, fiatalok vannak, akik komoly pszichés gondokkal küzdenek. Itt Kalocsán is igazgató úrék azt a munkát vállalják, hogy fiatal fiúk, akiknek valóban talán a legtraumatizáltabb, a legnehezebb a helyzetük, az ő életüket próbálják meg egyenesbe hozni. És itt láthatjuk azt, hogy ha valahol hiányzik a biztonság, hiányzik a kötődés, akkor ott kell, ott szükséges megvédeni a gyerekeket, kell, hogy védjük a gyermekeket, ezért van a gyermekvédelem rendszere. És a másik, ami nagyon fontos, látjuk, hogy itt játszanak, együtt vannak, szóval az a helyzet, hogy mindig átmeneti az, hogy egy gyermek a gyermekvédelemben nő fel. Az a 23 ezer gyermek ma Magyarországon nem önszántából, nem jókedvéből, és még csak nem is érdemei híján került általában a gyermekvédelembe. Fontos, hogyha kikerülnek ezekből az intézményekből, akkor ők is a országnak, a nemzetnek, a városoknak rendezett kapcsolatokkal rendelkező adófizető polgárai lesznek. Ezért tesznek meg minden ebben az intézményben is, és ezért örülünk kifejezetten, ezért hoztuk azt a döntést, hogy ettől az évtől kezdődően, aki ilyen intézményben dolgozik, speciális otthonban, ott ötszörösőre nőtt január 1-től a pótlék, ezzel is megköszönve azt a munkát, amit itt végeznek. Második alkalommal nem titkoltan hagyományteremtő szándékkal június 11-én szombaton Kalocsára látogattak az ország legerősebb emberei, hogy a városunkban rendezzék meg a crossover erősember páros országos bajnokságot. Az időjárásnak hála, kellemes, jó időben feszülhettek egymásnak, és persze a hatalmas súlyoknak a robosztus sportolók, akiknek egy 7,5 tónás kamion elhúzása szinte gyerekjáték volt. Most itt rendezzük meg Kalocsán második alkalommal az Erősember Országos Páros Bajnokságot. 1 órakor kezdünk, 4-5 versenyszám várható, kamionhúzással kezdünk, majd lesz lengőkoffer, lesz egy ilyen magasban átdobás 15-20 kg-mal, lesz, ha minden igaz, lesz egy körből kituló versenyszám, egy ilyen felföldi játékos egyveleggel, illetve tervezni fogunk egy ilyen láncos lengősúly cipelést, 150-150 kilóval rohangálnak majd itt ezek a kis cingár emberek. Összesen 10 párost vártak a szervezők, de a sorozatos sérülések miatt csak 5-nek volt lehetősége, hogy részt vegyen a kalocsai fordulón. Ez a Premium ZRT szervezi magát a versenyt, az ő igazolt versenyzőik jelentkezhetnek rá, akiket az országban egyébként számos ponton láthatunk. A sajnálatomra 20 ember volt, egy ugye páros versenyről vagy szó, 10 párral indultunk volna, azonban a múlt héten 8 embernek ment ki a bokája. Nem is értem, hogy ugyanabban a lyukba léphettek, vagy az hogy történt, de
Sajnos 10 versenyző érkezett most, 5 pár indul nálunk, mind az 5 igazolt versenyző, ők járják az országot a bajnokságokkal és mutatják meg az erejüket. Minden résztvevő díjazásban részesült. Rangsor lesz, díjat tulajdonképpen mindenki kap, kupát mindenki kap, de az első 3 helyezett az egy kiemelt díjat fog kapni, megfelelő kupákkal és megfelelő érmekkel. Az országos bajnokság helyi vonatkozását az adta, hogy ismét a kiemelkedő atléták között szállt versenybe a kalocsai származású hazai kiválóság. Borbola Milán János, aki méltóképpen képviselte a várost a rangos eseményen. A legfiatalabb nézőket is sikerült felcsigázni, sőt versenykörülmények között hivatalos bírói felügyelettel kaptak lehetőséget, hogy kipróbálják az ősi, tradicionális jakut sportot, a bothúzást. Természetesen a díjazás sem maradt el, így ők sem távoztak üres kézzel a küzdőtérről. A szervezők abban bíznak, hogy az ország legerősebb emberei jövőre is Kalocsán méretetik meg magukat, és töretlenül egy újabb üdes színfolttal gazdagodik a város sportélete. A Bács-Kiskun megyei önkormányzat idén is megszervezte a már hagyományos Bács-Kiskun megye bora versenyt. A megye legjobb fehér, rozé és vörös borát Bács-Kiskun 2 borvidéke versenyén aranyérmet elnyert borok közül a szakmai zsűri június 9-én csütörtökön választotta ki Nemesnád udvaron, a bor Bagoly pincében. Összesen 16 borászat 31 tételt nevezett a versenyre a kiskunsági, illetve a hajós bajai borvidékről. A kunsági borvidék 19 nedűt, a hajósi bajai borvidék pedig 12 bort mutatott be. Az eseményen dr. Kovács István, a település polgármestere köszöntötte a bírálóbizottság tagjait, üdvözölte a megyei programot és örömét fejezte ki, hogy Nemesnád udvar a rangos esemény helyszíne. A Bács-Kiskun megyei önkormányzat számára fontosak a Duna-Tisza közének borászatai, melyek piac és versenyképesek. Erre már számos hazai és nemzetközi verseny is bizonyosságot adott. Az Alföld borainak méltó helye van az asztalainkon, az üzletek polcain. A megye borai külön emblémával ellátva képviselik a megyét rendezvényeken és nemzetközi szintéren is. A Bács-Kiskun megyei önkormányzat célja az alföldi borok népszerűsítése, melyet a megye értéktárába is előkelő helyet foglalnak el. A megye bora cím nagy mértékben hozzájárul a megyei identitás erősítéséhez, mélyítéséhez, példát állít a feltörekvő borászok számára. Bács-Kiskun megye fehér bora 2022-ben a vasborászat Irsai Tramini 2021-es évjárata. Bács-Kiskun megye rozé bora idén a kiskörösi Szentpéteri borpince Néro rozéja lett. Bács-Kiskun megye vörös borát Érsekhalmáról a Takács pince kék frankosa adta. Kedves nézőink, köszönöm, hogy velem tartottak. Híradóval, friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. További szép estét kívánok, viszontlátásra!